Porszívózás, tisztító fertőtlenítés, ezek az utolsó feladatok a Bocskai strandfürdőben az újranyitás előtt. Május 3-a óta a gyógyászat teljes kínálata elérhető a fürdőben. A gyógyfürdő belső medencéi, a szaunák és a konditerem pedig május 8-ától várja a vendégeket. A strand, valamint az apartmanok pedig május 21-től nyitnak meg. Ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet a helyszínen tartottak május 6-án. Kis Attila polgármester elmondta, a város intézményei a napokban nyitják újra kapuikat. Ennek egyik fontos állomása a fürdő újranyitása is. Városban is az újranyitást fokozatosan kezdtük el. Ennek vannak egészségügyi szakmai okai is, másrészt pedig az előírások, illetve a országos rendeletek is így szólnak. Hajdúböszörményben nagyon sok területet érintett az elmúlt, most már több mint egy évben a kétszeri veszélyhelyzet, amikor is ugye sem a fürdő, sem a kulturális szolgáltatók, sportszolgáltatások nagyon sok minden nem úgy működött, mint normál vírusmentes időszakban. Nagyon bízom benne, hogy most itt május eleje környékén már végleg tudunk nyitni, tehát nem lesz még egy zárás, ilyen indok miatt legalábbis, és minden intézményünk, minden szolgáltatásunk kezd visszatérni a régi, normális mederbe. Itt most ugye a fürdőben vagyunk, és örömmel tájékoztatom a böszörményeket, és mindenkit, aki érdeklődik a város iránt, a város szolgáltatásai iránt, hogy a fürdőben már a héten elindítottuk a gyógyászati kezeléseket. Azt nem teszem hozzá minden egyes mondat után majd, hogy a szabályok betartása mellett, mert ez természetes. Tehát egy darabig még ezt mindig hozzá kell értenünk, hogy a maszkok, a másfél méterek, a nem tudom, védettségi igazolvány, ami az előírás, azt tartjuk, mert nem is tudunk, nem is akarunk más tenni. Tehát a héten a gyógyászati kezelések elindultak, 8-án, ha jól mondom, szombaton nyit a belső rész, tehát a belső rész teljesen, az uszoda kivételével, és 21-én a külső részek, a hideg vizes uszoda vagy úszómedence, egészen pontosan a termál részek, a gyógyvizes részek, az élménymedence vagy a csúszdás medence, minden nyit, minden külső rész, és ne felejtsük el, hogy tavaly nyáron, idén tavaszra elkészült az a közösségi tér, amiről közösen már egy bemutatkozó kis műsort, vagy ilyen bejárást tartottunk valamikor az elmúlt hónapokban, és az már most rendelkezésre áll, majd arról is híradással leszünk, hogy ha valaki használni akarja a játszóteret, az nem egy bonyolult történet, de mondjuk ha főzőhelyeket, azokat a helyiségeket, amelyek kialakításra kerültek az elmúlt hetekben, hónapokban, azokat hogy használni akarja valaki, egy kis közösség, barátok, rokonok, családok, milyen feltételekkel, vagy hogyan kell bejelentkezni, kinél kell lefoglalni, milyennek a módja, erről is híradással leszünk. Összességében a legjobb hír az, hogy nyitunk, nem csak a fürdő, hanem a könyvtártól kezdve minden olyan szolgáltatásunk, ügyvezető igazgatóasszonnyal beszéltem a Szabadhajdú részéről, a művelődési központ részéről. Ott annyiban bonyolultabb a helyzet az általános veszélyhelyzethez képest, hogy egy óriási felújítási, vagyis hát nagyon komoly kivitelezési munkák zajlanak az épületben. Ott még lehet, hogy egy picit várnunk kell a teljes nyitáshoz, mert nem lehet beengedni a nézőket kőporos, vagy meszes, vagy forgácsos, vagy mit tudom én, fűrészporos helyiségekbe, tehát amíg minden nincs kész, addig oda még nyilván nem fogunk tudni csoportokat, vagy egyéb rendezvényeket beengedni, de hogyha kész lesznek a beruházások, szépen haladnak, ezt nyilván látom, tudom, de ha kész lesznek azok, akkor a művelődési központot is újra birtokba vesszük. Én nagyon remélem, hogy a Hajdú hetet már teljes régi fényében meg tudja rendezni a város, abba az irányba haladunk. Azt látom örömmel, hogy a kollégáim, a vezetőtársak, a cégek, az intézmények mindennek tesznek azért, hogy minél hamarabb a régi kerékvágásba vissza zökkenjünk és normálisan működjünk. Dr. Erdős András elmondta, a gyógyászati kezelések már elkezdődtek május 3-án, és a tapasztalatok szerint a mozgásszervi panaszokkal jelentkező betegek állapotában bizony romlás következett be az elmúlt időszakban.
Szóval a gyógyászati részlegen a rendelés mellett most már gyógyászati kezelések is igénybe vehetőek, és ez a heti tapasztalatunk az, hogy azok a betegek, akiknek félbe maradtak korábban a kezelések, azok örömmel vették azt, hogy újra igénybe vehetik a szolgáltatásainkat. Sajnos az is a tapasztalatunk, hogy azok a betegek, akiknek kimaradtak a kezelések, most a orvosi vizsgálatok alapján szembesülünk vele, hogy bizony rosszabb mozgásszervi státusszal szembesülünk, erősebbek a panaszaik. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak rengeteg munkát fog adni majd a reumatológiai szakrendelésnek, de azt gondolom, hogy az egyéb szakrendeléseken is sok beteg fog jelentkezni. Bízom abban, hogy ez a járványhelyzet valóban lecsengőben van, és a óvatos, de fokozatos nyitással tudjuk biztosítani a fokozott igényeket arra vonatkozóan, hogy minél hamarabb visszanyerhessék azok a betegek a régi formájukat, amelyeket most egy picit rosszabb állapotból kell visszaküzdenünk. A fürdő szolgáltatásait csak érvényes védettségi igazolvánnyal és személyi igazolvánnyal vehetjük majd igénybe. Hozzánk érkező fürdő vendégek védettségi igazolványok felmutatásával válthatnak jegyet, melyhez a személyi igazolványt is készítsék elő, hogy fényképes igazolványra tudjuk azonosítani, hogy övéje a kártya. Létszámkorlátozások vannak medencékre, szaunákra, öltözőnkre, amik mindenhol ki lesznek téve, hogy ezeket kell figyelembe venni, a 1,5 méteres távolságot kell tartani az emberek között, kivéve, aki egyháztartásból jöttek. Május 21-e szintén egy fontos dátum, azt gondolom, ez már egy következő nyitási lépés, erről mit tudhatunk? Május 21-én szeretnénk megnyitni a szabadtéri strandunkat összes medencével, ott is védettségigazolvánnyal jöhetnek a vendégek hozzánk.